Több tankerületben, körlevélben tiltották meg az iskolaigazgatóknak, hogy beengedjék a Mikulást, akár csak az iskola kertbe, ha van védettség igazolványa, ha nincs. A Mi Hazánk mozgalom elfogadhatatlannak tartja ezt az újabb eltúlzott korlátozást, ezért közterületi alkalmakat teremt a gyerekeknek a Mikulással való találkozásra szerte az országban. Évek óta több osztályban kértek fel e feladatra engem is, a hiányzó betegeket otthonukban is meglátogattam a gyerekek örömére. Tanári felkérésre idén is erre készültem, a szülői munkaközösséggel az ajándékokat egyeztetve, amikor ez az abszurd tiltás megérkezett. Ez az újabb túlzott lezárás beleillik a korábbiak sorába. A játszóterek, uszodák, vadasparkok, állatkertek kültéri részeinek lezárása ugyanúgy észszerűtlen volt, mint most a társadalom agyonoltása után a Mikulás kitiltása, a gyerekek megfosztása ettől a klasszikus élménytől. Csodálatos dolog a gyerekek felhőtlen örömét látni. Persze vannak nehéz pillanatok, például kaptam olyan nehezen megválaszolható kérdést, hogy hová lett a Mikulásnak a nagy pocakja. Az elmúlt években a járványra hivatkozva történt lezárások alatt a kimutatások szerint 5 kilóval hízott átlagosan egy magyar állampolgár, tehát nemzeti szinten 50 millió kilóval lett túlsúlyosabb a magyar nemzet, de semmiképp sem szeretném azt a példát sugallni és mutatni, hogy normává tehetik akár a túlsúlyt, akár a lezárásokat. Egy Mi Hazánkos Mikulástól nemhogy virgácsot, hanem egyenesen bilincseket várnának a politikus bűnözők számára az emberek. Megértem a járványra hivatkozva bezárt, jogfosztott magyar emberek indulatát, de mégis arra buzdítok mindenkit, hogy próbáljuk méltósággal derűsen viselni a legnagyobb csapásokat is. A mikulás@mihazank.hu címre írt meghívóknak eleget téve, a budapesti címeket felkeresve meg kell álljak a keresztállítási misszió központi helyszínén a Nyugati téren. A kereszténység ünnepei közül a karácsony az, amelynek a lényege a mai világban a leginkább torzult. Ahogy Szent Miklós legendáiból is igyekeztek télapót faragni, úgy lett a szocializmusban a Szent Karácsonyból materialista fenyőünnep, az ajándékozás ünnepe. Most viszont a kereszténység általános jelképe, a kereszt forgalmas közterületekre helyezésének fő célja, hogy az emberek megálljanak egy pillanatra a karácsonyi bevásárlási láz miatti rohanásban, és elgondolkozzanak az ünnep valódi értelmén. A keresztállítási misszió tehát egyfajta demonstráció is a népünk fogyasztói társadalommá való züllesztése ellen. Így tehát ajándékozni is csak mértékkel szabad. Soproni Tamás momentumos polgármester ismét úgy határozott, hogy csak a Hanuka gyertyáknak ad helyet a Nyugati téren. A közterület használati kérelmet elutasította a kereszt esetében, mondván itt nincs helye egy keresztnek, nem fér el a kereszt. Na hát látjuk, hogy mennyire nem fér el itt egy kereszt. Később persze nyíltan beismerte, hogy politikai alapon diszkriminált. A polgármester kiskirálykodó döntése nyomán nem meglepő, hogy tetlegességig is fajult a keresztény ellenesség. Megrongálták a kereszt talapzatán az áldott karácsonyt és boldog új évet, a keresztény és magyar országnak feliratot, illetve a nemzeti színű gyertyákat sem kímélték, azokat is ellopták a kereszt talapzatáról. Véget kell vetni a keresztény ellenességnek. Karácsonyra adomány és ajándékgyűjtést indít a Mi Hazánk mozgalom a kötelező oltások miatt munkahelyüket, illetve fizetésüket elvesztők részére. Az érintettek a karácsony@mihazank.hu címen jelentkezhetnek, lakcímük és mobilszámuk megadásával, illetve a Mi Hazánk helyi vezetői is keresik az érintetteket. Az adományokat és ajándékokat kizárólag cipősdobozba vagy hasonló méretűre csomagolva, lehetőség szerint feltüntetve, hogy milyen korúaknak, neműeknek szánják, a párt József körút 43 alatti irodájában lehet leadni nyitvatartási időben. Pénzadományok utalása az oltatlanoknak is legyen karácsony közleménye, a párt honlapján megtalálható számla számra lehetséges. Minden magyar felelős, minden magyarért.